Ez a Globál. Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető Virág Halmi Sarolta. Trump tarol az elnökválasztásokon, ha nyer, kiebrudalják-e végre a pénzügyi háttérhatalmat az Egyesült Államokból. Erről is szó lesz az adásban. Vigyázat, kétrészes minisorozatunkban ismét a nyugalom megzavarására alkalmas tények hangzanak majd el. Tartsanak velünk! Mondhatnánk, minden Amerikában kezdődött. Az Egyesült Államok első bankja 1791 és 1811 között, valamint az Egyesült Államok második bankja 1816 és 1836 az amerikai kongresszustól kapta a felhatalmazását, pénzt bocsátott ki és kereskedelmi hiteleket nyújtott. A sorozatos bankpánikok után azonban 1913-ban a kongresszus létrehozta a központi jegybankot, a Federal Reserve Bankot. A Fed létrehozását sokan ellenezték, elfogadása végül az újonnan választott demokrata elnök Thomas Woodrow Wilson befolyásának, illetve a kongresszus mindkét házában többségre kerülő demokratáknak volt köszönhető. 1921-ben Nelson B. Aldrich szenátusi republikánus vezető, illetve a J.P. Morgan, Rockefeller és Kuhn Loebend CO bankok képviselői 10 napra együtt félrevonultak a georgiai Jekyll szigetre. A megbeszéléseket Paul Warburg irányította, és ő készítette el a későbbi Federal Reserve törvény első vázlatát. A Jekyll szigeten megvitattuk és lezártuk egy egységes diszkontráta, azaz kamatlábügyét, írta később Warburg. A találkozó nagy jelentősége ellenére egészen 1916-ig, 3 évvel a törvény elfogadása utánig titokban maradt a nyilvánosság, sőt a kormány előtt is. Bertie Charles Forbes írt róla először egy újságcikkben. A Fed részvényét ezután 8 család vásárolta meg, a Rothschildok Európából, a Lazardok Párizsból, az Izrael Mózes Seif család Olaszországból, a Warburgok Németországból, valamint a Lehman, Kuhn, Lopes, Goldman Sachs és Rockefeller családok New Yorkból. Összességében a központi jegybank tehát 76%-ban külföldi tulajdonban volt. A 8 tulajdonos család az amerikai adófizető polgárokat 2,5 cent fizetésére kötelezte minden egyes bankjegy után, majd a tulajdonosok a kinyomtatott bankjegyeket az amerikai polgárok számára elérhetővé tették jelentős kamatok fejében. Az 1920-as évek folyamán a központi jegybank kölcsönt helyezett ki az Egyesült Államok polgárainak és a részvénypiacnak, amely jóléti időszakot biztosított az amerikai emberek számára, az időszakot üvöltő 20-as éveknek is hívták. Aztán 1928-ban a 8 család kivette pénzét a részvénypiacból, ami megnehezítette az emberek pénzhez jutását. A gazdaság hanyatlani kezdett, ezért az emberek eladták részvényeiket, hogy pénzhez jussanak. A részvénypiac közel volt az összeomláshoz. A nagy hanyatlás következett, a következőkben a 8 család visszavonult a részvénypiacra, és vállalatokat vásárolt fel a dollár lecsökkent értékén. Az első súlyos összeomlás óta a központi jegybank becslések szerint 7 alkalommal manipulálta így a piacot. A koordináta tenge X részére ráfektetni. Ugye a napóleoni háborúk után létrejött egy állapot, és a konvencionális, szakrális csapat egy kicsit megerősödött. Oroszország vert el a Napóleont, legyünk teljesen tisztában. Jó lenne, a nyugat ezt most is tudná, meg majd Hitlert is. Ugye, és hát ez nem nagyon kedvezett azoknak, akik a világbirodalmat építgették itt-ott, ugye alapvetően angol bázisról, és akkor átzúdultak egy halom módon, egy csomóan átzúdultak Amerikába, és még a Bountyról, meg ezekről a dolgokról, ugye, és úgy gondolták, hogy ott megvalósítják az álmaikat. Hát kezdettől fogva óriási volt a vita Amerikában, hogy kell közös pénz, persze az oké, de hogy ez magánalapon, vagy hogy mondjam, állami irányítás alapon jöjjön létre. Ez szerint vált úgy nagyjából ketté a politika is, és a demokraták, hangsúlyoznám, a demokraták voltak azok, akik mindig a magánalapú pénzt. Volt is ez a két próbálkozás, első meg második, de aztán mindig valahogy összeomlott az egész, a spekuláció hullámai magasra értek, és akkor igazán összebeszéltek, és történt az, amit itt a bevezető is mondott, hogy létrehoztak egy olyan konstrukciót szintén magánalapon a mai napig, ami aztán nagyon hosszú ideig a birodalmi építkezést nagyon szilárd magánalapokra tette, és Amerikát a világ első számú nagyhatalmává emelt. Tehát ez lenne nagyjából az a keret, amiben érdemes majd beszélni. Két dolgot hadd jegyezzek meg, itt azért erősítsünk rá a bejátszóra. Az egyik az, hogy ugye eddig sokszor írták a nézőink is a YouTube csatornán a műsorhoz hozzászólásként, hogy nevezzük már meg a családokat. Hát most megneveztük, itt vannak a családok. A másik, hogy azért ne felejtsük már el ezeket a barba trükköket, tehát 7 alkalommal tudottan, 7 alkalommal manipulálták úgy a piacot, hogy gyakorlatilag beszették az emberektől ezt a hihetetlen mennyiségű pénzt. Először. Azóta is ezt teszik. Okoztak, majd beszették a pénzt. Tanár? Van itt egy tulajdonképpen történelmi jelentőségű kérdés, hogy a kapitalizmus körülményei között, amit egyébként soha nem definiáltunk, tehát ezért tegyük hozzá, általában az izmusokat nem szokás definiálni, pontosabban van egy uralkodó észjárás szerinti definíció, ami csak hamis lehet, de minket itt nem feltétlenül kényszerítenek ezek a hamis narratívák, tehát egyszer megengedhetjük magunknak talán azt a luxust, hogy szembenézzünk azzal, hogy mi is a kapitalizmus. Azt mindjárt hozzátehetjük, hogy a kapitalizmus per definíció nem magán, erről talán senkit nem kell különösebben meggyőzni, tehát feltehetjük ezt az egész kérdést úgy is, hogy a magánra épülő, a profitra, tehát a magán kisajátításra épülő szerveződési módban lehet-e egyáltalán a közösség ellenőrzése alatt a pénz, a kereskedelem és a pénz? Azt hiszem, automatikus a válasz, hogy nem lehet. Kísérleteket lehet rá tenni, de ezek a kísérletek teljesen reménytelenek, mert ha egyszer a profitra, tehát a kiemelhető, az élet szövetrendszeréből kiemelhető magánhaszonra épül a rendszer, már pedig a kapitalizmus ez, akkor az nem lehet más, csak az életen való élősködés. Tehát akármennyire fájdalmas ezt kimondani, mert ma semmiféle alternatívája nem látszik elméletileg sem, gyakorlatban sem annak a valaminek, amit globális kapitalizmusnak látunk. Hát most már legalább 700 éve mondjuk a Fuggerek meg a Mediciek óta egész biztos, vagy 600 éve egészen bizonyosan globális kapitalizmus létezik, az új világ felfedezésével aztán meg különösen, meg a gyarmatosítással, tehát ez teljesen egyértelmű. Azért kellett egyébként terjeszkednie, mert egy parazitának az a természete, hogyha felfalja a saját élőhelyét, már pedig majdnem tönkretette a bekerítések, hogy 8. Henrik korában, majdnem tönkretette a saját élőhelyét is a neki lendülő kapitalizmus Európában, és azért kell kirajzania, tehát mint a sáskahad, hát értelemszerűen, ha letarolja azt a területet, akkor új, és addig fog létezni, notabene, addig fog létezni a globális kapitalizmus, amíg van újabb kifosztható erőforrás. És azért ehhez érdemes azt is hozzátenni, és ha majd újra visszatérünk a mába, akkor érdemes a mai világot abból a szempontból is szemügyre venni, hogy technológiailag sajnos azért vannak újabb és újabb kifosztható területek, mert az, ami eddig meddőhányónak látszott, tehát már totálisan, mondjuk Afrika, amiből latrinát csinálta a globális kapitalizmus, egy öko-szociokulturális latrinát, amit már nem lehet tovább fosztogatni, legszívesebben már lezárta volna a 80-as, 90-es években, mint veszélyes területet, és most kiderülni látszik, hogy ami meddőhányó, tehát latrinává vált, még abból is kitermelhet újabb technológiákkal, még abból is még kihúzható haszon. Tehát nem csak úgy kell ezt elképzelnünk, hogy a világ, a föld meglévő tereiben terjeszkedik a kapitalizmus, és kell még újabb kifosztható, felélhető területet találni, hanem a már teljesen kifosztottnak látszó területekről is kiderülhet, hogy azt még tovább fosztogatja. Minden esetre a globális kapitalizmus akkor fog véget érni. Mai szóval recycling. Recycling. Köszönöm szépen, így elegánsan kell fogalmazni. Mindjárt egészen más a helyzet. Így van. Még egy pillanatra tehát visszatérve, az a kínlódás, ami tehát 1770-es, 80-as évektől, hát tulajdonképpen végig a 19. században zajlik, az ennek az ellentmondásnak köszönhető, hogy az amerikai társadalom próbálja magát közösségként konstituálni, és próbálja komolyan venni azt, hogy az a kongresszus, aki őt képviseli, az valóban a közösséget. Igen, tehát hogy a közösséget, és valóban a közösség távlatos érdekeit fogja majd. De a kapitalizmus körülményei között ez illúzió. A kapitalizmus, amit még egyszer mondom, tehát par excellence, vagy per definíció nem magán, ott a közösség, éppen erről van szó, hogy a kapitalizmus, ha már kialakult, akkor az azt jelenti, hogy a közösség elvesztette mindenféle ellenőrzését a folyamatok fölött. Tehát ilyen értelemben véve fából vaskarika azt állítani, hogy a kapitalizmus lehet demokratikus, mert ugye az van hazudva nekünk itt a elmúlt 56-70-es évektől, hogy és Fukuyama is erre alapozta a nézeteit, hogy vége a történelemnek, hogy a liberális demokrácia és a szabad piacgazdaság azok édes testvérek, és ez minden létező berendezkedés legjobbika. Természetesen mind a kettő hazugság. Eleve nem lehet egy magára épülő rendszernek semmi köze a közösséghez, tehát demokráciáról beszélni ott, amelyik éppen a közösségeket zúzza szét. Tehát azzal kezdődik a kapitalizmus, hogy a szakrális paraszti társadalma szétzúzza. Ez az eredeti tőkefelhalmozás. Tehát onnan szerzi, ez a lopott magánvagyon, ez onnantól, mindjárt befejezem, elnök asszony, csak az a baj, hogy mindennek van egy rendelt ideje. Jó, persze, adom vissza a szót, csak ez azért nagyon lényeges, mert ez a kínlódás valójában, és közben a globális pénzhatalmi rendszer röhögve nézi ezt a kínlódást, és aztán a végén, ez a 1913, tehát a Fed jelentkezése, na jól van, öcsi, mondja a globális pénzhatalmi rendszer, 100 éve nézem a vergődésedet, látod, hogy képtelen vagy megoldani, majd én megoldom. Körülbelül így kell értelmeznünk a Fed létrejöttét. Miniszter úr, egyébként vannak ilyen írások, szerintem most már egyre jobban értjük ezt a helyzetet. Vannak olyan írások, hogy a kapitalizmus nem szereti a piacgazdaságot. Igazából az nem piacgazdaság. Bocsánat, ugye... De ne is erről beszélünk. Ők szeretik, ha ők diktálják az egész ügyet. Azt nem szeretik, ha más is diktálni szeretné. Sőt, ha belesz. Csak egy mondatot idáig, de azt ebbe az irányba, hogy nem megyek el, mert hetekig lehetne róla regélni. Voltak ellenpróbálkozások is. Erről szólt Bonaparte, Napóleon, még erről szólt a második és harmadik birodalom is. Leverték mind a kettőt, mint vaka poharat. Ennyit. És akkor haladjunk. Egy kérdés még, és akkor arra csak röviden, hogy miért pont ki 1913-ban alakult a Fed, erről akart miniszter úr mondani pár szót? Hát ugye nagyon érdekes dolog ez, és egyáltalán a körülmények meg a személyek se semmik. Nem szokták ezeket a háttereket, Isten őriz, hogy a történészek megvizsgálják, de hát itt például nagyon érdekes módon, ugye vannak szerveződések az Egyesült Államokban már a 19. század első harmadában is, például ilyen irodalminak induló kis társaságocskák, ez az Alfa Delta Brigád, ahol például egy hausezredes, akkor még semmi ezredes nem volt, ott van, aztán 2 darab emblematikus amerikai elnök onnét került ki, például ez a Woodrow Wilson, meg a másik a Delano Roosevelt, ebből a brigádból került ki, és érdekes módon ennek a 2 elnöknek az idején lépnek akkorákat előre a világ begyűrésébe, hogy ő lett. Wilsonnál ugye azt lehet tudni, hogy hát ő Princetoni egyetemi tanár volt, a Princetoni, az a közgazdászképzés csúcsa ma is az Egyesült Államokban, Princeton, ugye ő ott volt egyetemi tanár, valószínűleg ezekkel az ebből a körből származó, ebből van 50 000 pillanatnyilag ebből a hálózatból az Egyesült Államokban, más hálózatokhoz is kapcsolódik, ebből az 50 000-ből rengeteg van, volt szenátor, parlamenti képviselőtő, államkormányzat, Amerikai Egyesült Államok elnöke, legfelsőbb bírósági bírák és elnökök, hagyj ne soroljam, érdemes utána nézni, alfa és béta, mit tudom én, társaság, akármi. De most nem azt mondaná, hogy szabadkönyves hülyeség, el van az a szó koptatva, egy kis érdekvédő brigád, ami valószínűleg a nemzetközi magánpénzhatalom építménye. Hát ma is beszélünk arról, kérem szépen, hogy például ilyen arcokat, mint Baerbock, meg az ész miniszterelnök, meg a volt angol miniszterelnök, csinos 40-es, 30-as, 40-es nőket azért építenek be, hogy a női szavazók cumizzák be, szavazzanak oda, azt utána megnézhetik. Tehát ma is van egy ilyen káderépítkezés, akkor is volt. Na, akkor Hausezredes. Hát ez egy nagyon érdekes. Na, arról fogunk most beszélni, van is róla egy bejátszunk, nézzük meg azt is. Mi is késztette az addig Angliában székelő pénzügyi háttérhatalmat arra, hogy Amerikába helyezze át központját. A pénzkibocsátási jog szépen szolgálta a birodalmi terjeszkedést, hiszen a bankjegyeket külföldön is széles körben elfogadták. 1871-ben az újraszülető német birodalom azonban a frissen kibocsátott pénzét, a birodalmi márkát aranyfedezettel bocsátotta útjára, és félő volt, hogy a német pénz leszorítja a brit fontot a pályáról. Gyorsan lépni kellett, erről szólt a két búr-angol háború 1880 és 81 között, és 1889 és 1902 között. Dél-Afrika akkor már bizonyítottan nagyon gazdag aranylelőhelyeiért és a lehetőségekért, hogy a britek is belépjenek az aranyfedezetű nemzetközi pénzügyi rendszerbe, az aranystandardba. Nagyon valószínűnek tűnik, hogy a németek tengeri hatalmának növekedése is kellett ahhoz, hogy az angolszász birodalom szíve-lelke, a pénz 1913-ban áttegye a székhelyét az Egyesült Államokba, és megalapítsa a ma is világpénz kibocsátó Federal Reserve Bankot, természetesen ismét magánbankként. Közvetlen bizonyítékokat ugyaneddig nem sikerült feltárni, de alig függetleníthető a két világháború a pénzbirodalom érdekeitől. Annyi biztos, hogy érdekeik érvényesülését egyáltalán nem gátolta, viszont nagyban segítette. Az Egyesült Államokban ugyanis biztos volt az angol száz fölény, annak ellenére, hogy a kérdésre, hogy egy átlag amerikai hova vezeti származását vissza, még ma is több mint kétszer annyi a német, mint az angol válasz. A közös hivatalos nyelv mégis angol lett. A dollár kapcsán megújult angol száz pénzbirodalom pedig szárnyalni kezdett a két világháború következtében. Részlet Boros Imre közgazdász írásából. Bocsánat, ez még visszautalt ez a bejátszó, az elnökről a következő részben, a következő fél órában fogunk beszélni, akkor még beszéljünk erről. Hát röviden és tömören, a németekkel mindig sok baj volt. Ugye az elmúlt 150 évben felerősödtek rettenetesen, aranyalapú pénzt csináltak, miután a német egyesítés nem sikerült úgy, ahogy a nemzetközi magánpénz szerette volna, tehát bécsi székhely helyett berlini székhely lett, porosz vezetéssel, ez volt a nagy terv, mert akkor egyébként nem mozdulnak ki Európából szerintem 13-ba, csak hát a németek jöttek föl, mint a talajvíz, aranyalapú márkát csináltak, birodalmi márka, aranyalapú lett, erre lihegve rohantak ugye Dél-Afrikába, a búrokat leverték, mint vakapoharat pillanatok alatt, elfoglalták az aranybányákat, és kényszerűségből ráálltak az aranysztenderdre. Röviden ott a 1980-as évében aranysztenderd lett, magyarán szólva, a legtöbb nemzeti pénz aranyalapra került, a monarchia pénze is, bár sánta aranysztandard volt, nem volt egész aranyfedezetű, hanem azt kipótolták angol fonttal. No, szóval hát haladt a dolog, és így teljes mértékben érthető, hogy hát mondjuk, hogy pestiesen szóval rendesen betrittjantottak. Mi van, hogyha a németek betalálnak Londonba is menni, és erre volt próbálkozás, hát akkor átmegyünk Amerikába, fölépítjük ezt az egészet, van egy klassz elnök, ott már ugye építkedték ezt a társadalmi kapcsolatrendszert, betesszük a hatalomba, ő pedig egy meglehetősen jó húzással gyakorlatilag beiktatja nekünk az örök való jogosultságot magánpénztulajdonosokra, hogy a pénzkibocsátás mindig örökké és visszavonhatatlanul a mi kis magánkezeinkbe legyen. Nem véletlen, hogy így következnek egymásra a portugálok, spanyolok, hollandok, franciák, britek és aztán Amerika. Mindig tengeri hatalomnak kell lenni a pénzhatalom rendszerének, mert a kereskedelem, a pénz a hajózásból, tehát értelemszerűen abból hajt ki. Tehát a világ tényleges urai csak abban bíznak, azokban a nemzetekben bíznak, a portugáloktól, tehát akiket felsoroltam, ahol már totálisan felszámolták a szakralitásnak minden maradványát. és a kontinentális nemzetek, ezért gyanús folyamatosan a németség és az oroszság, mert ott még azt gyanítják, hogy jelen van, és jelen is volt egyébként Németországban hogyne, is a 19. század közepén még a szakrális zárt paraszti társadalom, és az mindig gyanús értelemszerűen. Túlélték a vallásválságot a németek, ugye akkor szinte el akartak pusztulni, túlélték, és megint ott vannak a pályán. Hát az volt a nulladik, ugye sokszor beszéltünk erről, csak egyetlen mondatban összefoglalva, hogy a nulladik világháború az 1618 és 48 közötti 30 éves háború volt, mert a nulladik világháborúban megsemmisítik az első német birodalmat, a szakrális, szent német-római birodalmat a nulladik világháborúban. Az első világháború megsemmisíti a második német birodalmat, ami azért még az már államnemzet, tehát szigorúan ellenőrzött, mesterségesen előállított államnemzet, na de végtelenül sikeres, és szellemi értelemben is sikeres, a tudományban, a művészetekben, a társadalom összetartó erejében, technológiában, tehát éppen ezért veszélyes, és ezért kell kiprovokálni az első világháborút, ahol megsemmisítik ezt a második német birodalmat, a második világháborúban megsemmisítik az általuk kiprovokált harmadik birodalmat, és most éppen felszámolják azt a negyedik német birodalmat, amit pedig már tökéletesen sterilizáltak, és tökéletesen engedelmes volt, de a jelek szerint még egy ilyen tökéletesen sterilizált... Steril szar, ahogy Woody Allen fogalmazott egyik film, steril szarként üzemeltetett németséget is, a negyedik német birodalmat is fel kell számolnia a jelek szerint, hogy mit hoz a jövő, azt még nem tudjuk, de jó úton vannak afelé, hogy a harmadik világháborúban felszámolják a negyedik német birodalmat is. Nem tudok szó nélkül elmenni zárszóként a félidőben, amellett, hogy gyakorlatilag ezzel a Szent Koronával, a szuverenitással, némileg megmaradt szakralitásunkkal ezért fájunk mi ennek az előtt. Rettenetesen. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán azzal fogjuk folytatni, hogy ki is volt ez a titokzatos House ezredes, akinek akkora volt a befolyása az amerikai elnökre, hogy egyenesen a Fehérházban lakott, és hogy mit köszönhet ennek az ezredesnek a világ. Maradjanak velünk! Ez a Globál, Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Köszöntöm azokat a nézőinket is, akik most kapcsolódnak be az adásba. Talán emlékeznek még Woodrow Wilson demokrata elnök nevére, aki mai szlenggel mondva áttolta az amerikai szenátuson a Fed megalapításáról szóló törvényt. Mindezt úgy, hogy még a saját pártársa is ellenezték az Egyesült Államok pénzügyeinek magánkézbe adását. Nos, szintén ő volt az, aki nem vett tudomást arról a jelentésről, amelyet számára készített az Egyesült Államok Közérdekű Tájékoztatási Bizottsága. Ebben a bizottság beszámolt a Lenin és Trockij irányítása alatt álló kommunista mozgalomról, és arról is, hogy Trockij nevére bizalmat ami letétként $20 millió helyeztek el egy Warburg bankban. Woodrow Wilson demokrata elnök azonban nem reagált a jelentésre. A Wilson mellett állandóan megtalálható Edward Mandel House ezredes ugyanis rávette az amerikai elnököt, hogy ne vegyen tudomást a kormányszervek által készített német bolsevik összeesküvés címet viselő jelentésről. House-nak akkora befolyása volt az amerikai elnökre, hogy nem is a saját házában, hanem a Fehérházban lakott, hogy tanácsaival folyamatosan segíthesse őt. Hát ez egy nagyon érdekes történet, és itt lenne az ideje, hogy a Wilson körül épített állegendát egy kicsit beszínézzük, azt mondjam. Hát ugye azt már tisztáztuk az előző részben, hogy mind a két szivar ebből az Alfa és Delta brigádból származik, elnököstől, mindenestől. Most ugye látjuk, hogy ez a az ember, ez a House ezredes úgy beépült ott, hogy a családtag jobban nem épült be. Na most... A Wilsonról azt tudja a világ, hogy ő egy akkora békeszerető, és mekkora igazságot akart itt a háború után tenni, meg folyamatosan a háború leállásra, a békéről papoltak. Ezzel szemben ez a House az állandóan itt Európában, főként Angliába koslatott, 15-be és 16-ba, a legenda szerint, hogy békét csináljon, valóban azonban ugye az első világháború utáni rendezés ügyeit beszélgette meg az angol, meg főként a francia illetők. Erről azonban nem szól a világ, és Hát, hogy most akkor ez a kis felütés, hogy miért nem volt az érdekes, hogy tényleg Trockijnak egy halomzsozót oda tettek. Hát azért nem foglalkozott ezzel a Wilson, különben ő pontosan tudta valószínűleg, hogy miről van szó, és miért foglalkozzon azzal, amit ő jobban tud, mint azok, akik azt akarják, hogy ezt tudja. Ugye? Tehát akkor gyakorlatilag az első világháború az én olvasatomba az nem egyéb, mint egy óriási pénzügyi projekt, amit az Egyesült Államok nyert meg azzal, hogy 1914-ben minden európai főhatalomnak ő tartozott, angolok, franciák, németek, majd mikor megfordultak a dolgok, mindenki nekilógott, a franciák, hogy mondjam, csődig el voltak adósodva, az angolok is rendesen, és akkor helyezték be arra a felrepülő pályára a dollárt, ami a mai napig tart, és hát most már kezd lassan lefele konyulni. Lenne egy kérdésem, lehet naív is, de válaszoljunk rá. Ha ezt nézzük, miért megyünk bele újra és újra ebbe a gödörbe? Első világháború, nevezzük így, ugyanaz a háború, még egyszer második. Most az orosz-ukrán háború, mert most szerintem talán sokan látják, hogy miről szól ez. Hogy igen, háború előtt mindenki az Egyesült Államok mögött álló pénzügyi hatalomnak mindenkinek ők tartoznak, háború után meg mindenki nekik tartozik. Tehát, hogy miért megyünk bele újra ebbe az utcába? A levéltári adatokból ma már hozzáférhető az a levelezés, ami az úgynevezett első világháború projekt közvetlen kitörése előtt a cár, és Miklós cárról van szó, és Vilmos császárról, tehát akik kétszeresen is rokonok, és mellesleg jó barátok is voltak, és a levelezésükből egyértelműen kiderül, hogy mind a ketten pontosan tudatában voltak annak, hogy pojácák, tehát senkik, miközben látszólag a két hatalmas birodalom urai, de valójában bábfigurák, akik noha nagyon szeretnének értelemszerűen békét, és megakadályozni azt, hogy szembe kerüljenek egymással, és kölcsönösen földig rombolják egymást, ami talán az első világháborúban nem következik, de a másodikban ott már igen, tehát már. Ott már azért jobban figyelnek a világ urai, mert ott sikerül kölcsönösen legyalulni, de totálisan, mindenféle értelemben egymást, a németségnek és az oroszságnak. Tehát vegyük észre, hogy megint azzal a két kontinentális hatalommal van probléma, ahol még gyanúsan sok maradványa van. A szakralitás, tehát a szakrális paraszti társadalom azért ős ellensége, ez már a fiatal Marxnál is kiderül, hogy vitriolosan nem a kapitalizmusnak megy neki újságíróként, hanem természetesen die ganze Scheiße kommt zurück, mondja, tehát neki egyszerűen a régi szar az, ami a tradicionális szakralitás, és innentől már érteni véljük a Marx-tól Leninig és Trockijig, Lev Davidovics Bronsteinig, azért mondjuk ki a tényleges nevét, mert csak az illegalitásban viselte a Trockij nevet, tehát láthatólag a két angolszász birodalom, lehet, hogy a projekt az volt, hogy nem is helyezik át Amerikában, csak legyen két ága az angolszász birodalomnak, azért akkor még nem lehetett pontosan tudni azt, ami aztán 44-ben bekövetkezett, hogy az új birodalom teljesen letörli, mert 44-ben ér véget a játszma, hiába John Maynard Keynes a brit delegáció vezetője, de gyakorlatilag megsemmisítik, és totálisan az amerikai birodalom tarolja le akkor már. Nyilván 13-ban, tehát közvetlenül az első világháború projekt előtt ezt még nem lehetett, de visszatérve egy pillanatra, tehát vegyük észre, hogy sikeresen tudják véghez vinni azt, hogy újra és újra, most már harmadszor, tehát az első, második és most a harmadik világháború projektjük keretében is sikeresen tudják. Hát a legutóbb ugye, ahogy írtam egy cikkembe, a német degenerálisok újabb degenerációjának a beszélgetéséből világosan kiderül, hogy nem csak, hogy nem tanul a németség mindebből, hanem vakon, a szószoros értelemben vakon menne bele, most már egy évszázadon belül harmadszor ugyanabban az önfelszámoló projektbe, amiben már az első meg a második világháborúban szellemi okai vannak. Nagyon nehéz megmagyarázni, valószínű azért, mert az elmúlt évszázad során azért igen komoly erők működtek annak érdekében, hogy a németséget is, és az oroszságot is persze lelki, erkölcsi, szellemi értelemben szétzúzzák. A jelek azért arra utalnak, hogy az oroszság azért még mindig többet megőrzött ezekből a szakrális szellemi energiákból, stratégiákból, bár a következő néhány évtized nagyon kritikus lesz Oroszország számára is. Azért kíváncsi vagyok, hogy ez a felnövekvő Twitter nemzedék is képes lesz-e történelmileg legalább megsejteni azt, hogy mit is jelent. Nyilván mind a két országot kizárólag kifosztani akarta az angolszász globális kapitalizmus értelemszerűen, az első világháborúból, ez a másodikból világosan kiderül. És elvágni egymástól, mert ez volt a lényeg. És ami a legfontosabb, pontosan, hogy megakadályozzák, hogy ők egymással kölcsönös előnyökön nyugvó, holott Moszkvának az Árbát nevű negyede, a német Árbát szóval ered, tehát a munka, a munkás, a tőke és a tőkés az Oroszországban par excellence német, per definíció nem német volt értelemszerűen. Beléve a Butterbrotti, ami a szendvicsnek a neve, ami németül meg ugye a vajos. Meg a ugye Buchgalteria, így hívják a papírírószert oroszul, Buchgalteria. Azt mondom, hogy buchhalter, persze, ami azt jelenti, hogy a könyvelés, de érdekes módon abszolút németül van megnevezve maga persze. A könyvelés is. Tehát ilyen értelemben véve csak rá kell néznünk Eurázsia térképére, és ha úgy tetszik, az Isten is egymásnak teremtette a németséget meg az oroszságot, hiszen tökéletes kiegészítői egymásnak. A harmadik világháborút meg főként azért kellett kirobbantani, mert harmadikként Kína is bejelentkezett erre az Eurázsia együttműködésre, és ezt már lássuk be, nem nézhette tétlenül a globális pénzhatalmi rendszer, hiszen ez a tökéletes megsemmisítését jelentette volna. Ugyan mi szüksége volna bárki másra egy olyan eurázsiai együttműködési rendszernek, ahol a német birodalom, az orosz birodalom, meg a kínai birodalom Olala. Együttműködésére épül minden. De minthogyha a mostani politikai történéseket látnánk. Jó, nem? Most ne a mába menjünk, nem mert nem erről van szó. Tegyük vissza a történelembe a lábainkat. Ugye Ausztriába már betették a lábukat a világbirodalmaik 1816-ba. Ennek ellenére azért, ugye az osztrákok, hát a Habsburgok mindig ilyen, hát először is mindig a pénzuraknak a zsebébe voltak, azért mégis valahogy a szakralitás irányába is húztak. Az oroszokat bedolgozták abban a háborúban, amit krimi háborúnak hívunk, 1853-ban, akkor tönkretették őket, kénytelenek voltak a nyugati pénzvilágnak az uszájába, ilyen szóval. Azért bocsánat, a kínai ópiumháború is ekkor zajlik, csak azért említjük, mert az is ugyanerről szól. De ott is Eurázsia ellen harcol. Így van. Tehát akkor ugye az oroszokat kikapcsoltuk, most már tényleg csak szembe kell őket ugrasztani, nagyon nagyszerű. Ez is működött elsőben, másodikban, ugye, és még mindig nincsenek a dolga végeztével. Németország még mindig, ha romokban is, de azért még áll, tehát azt az évszázados, másfél-két évszázados hatalmas fellendülést, ami ott a tudományokban, a művészetekben, a technológiában felmerült, még mindig az a, hogy mondjam, a nyugati civilizációnak a tartó oszlopait jelentik, ugye? Még nem haladtuk meg, bár amivel meghaladjuk, azt próbálják ellene fordítani, a tudatot pedig mérhetetlen módon átszennyezni, átformálni. Hát erről szól az egész mostanában. Nézzünk még van egy olyan bejátszónk, amely arról szól, hogy ezt pénzügyileg hogyan manipulálta a háttérből a Fed. Hát nézzük meg. Van még időnk. A nemzetközi jog ugyan tiltja, hogy semleges állam kölcsönöket nyújtson a hadviselő feleknek. Ez azonban nem akadályozta sem a Morgan, sem a Rockefeller érdekeltséget, hogy a nemzetközi kereskedelem elősegítése címén hatalmas hadikölcsönöket nyújtson Angliának, Franciaországnak és Oroszországnak is. Ezt a hatalmas méretű hitelezést a Wall Street számára azt tette lehetővé, hogy a Fed tulajdonosai azonosak voltak a Wall Street két domináns érdekcsoportjának a tulajdonosaival. A privát Fed pénzkibocsátási technikái lehetővé tették korlátlan mennyiségű pénz kreálását a nemzetközi hitelezés számára. A Fed által kibocsájtott pénzből nyújtott hitelek nélkül a háborúnak már néhány hónap elteltével véget kellett volna érnie pénzhiányában. Az Egyesült Államok hadbalépésének a legfőbb oka az volt, hogy ne veszítsék el a háborút a Wall Streetnek eladósodott antant hatalmak, mert akkor nem lesznek képesek visszafizetni a nekik juttatott kölcsönöket, ami óriási érvágást jelentett volna a nemzetközi bankárok számára. Az amerikai elnöknek meg kellett mentenie ezeket a milliárdos összegeket a Wall Street pénzemberei számára. Az amerikai népnek fennkölt elvekre, az agresszor militarista Németország megbüntetése, a háborúk végleges megszüntetése, új békés nemzetközi rend megteremtése, a nemzeti önrendelkezés és egyenjogúság alapján, stb. Hivatkozva indokolták meg a Németország elleni hadbalépést. Walter Lippmann a Round Table és a Wall Street által alapított és fenntartott külkapcsolatok tanácsa egyik tekintélyes tagja 1943-ban megjelent Külpolitika a köztársaság oltalmazója című könyvében viszont leszögezi, hogy Amerika helytelen okból viselt helyes háborút 1917-ben, amikor Woodrow Wilson fennkölt elvekre hivatkozva fordult szembe Németországgal. A fennkölt elvek hangoztatása helyett az Egyesült Államoknak meg kellett volna mondania nyíltan, hogy azért visel háborút a birodalmi Németország ellen, mert az fenyegetést jelent a világban kialakult hatalmi egyensúlyra, amelynek a fenntartása érdeke az Egyesült Államoknak. A hatalmi egyensúly fenntartása viszont, mint már láttuk, a nemzetközi bankárok által eladósított államok fizetési kötelezettségeinek a betartásához és az esedékes törlesztések és kamatok behajtásához szükséges. Nagyon ravasz módon és előretekintő módon történt. Az Egyesült Államok tolta a dollárt befele Angliába, Anglia tolta tovább a franciáknak, és az oroszokat meg alapvetően a franciák hitelezték, mert már előre kiszámították, hogy a dominó is, amikor burul, nagyjából így fog burulni, így is lett. Bejött Lenin, azt mondta, hogy na coki, egy villét se fizetünk vissza. Behozták Lenin, bocsánat. Ja, bocsánat, köszönöm a kiegészítést. Már majdnem megfeledkeztem róla. Tehát Lenin azt mondta, akkor ő nem fizet. Ugye? Ezzel a franciák elég nagy nyomás alá kerültek, mert hát egy csomó pénz hiányzott, meg hát ők finanszírozták a szerbeket, meg a románokat, az úgy mellesleg, tehát a mi tönkretételünk finanszírozásába a közvetlen francia részvétel nyomon követhető. Na most akkor a háború után, hát megint ránk lesz szükség, na de azért meg is kell azt a nyomorult háborút valahogy nyerni, mert ezek a fránya németek még mindig 18 elején is győzelemre álltak, 4 milliós hadseregük tartózkodott Franciaországba, a monarchia csapatai pedig az olasz fronton harcoltak. Tehát nem lehetett elkerülni azt, ami hát nagyon nehezen egyeztethető össze a békeszólamukkal, átvezényeltek egy több mint 1 milliós hadsereget ide. Na most itt is egészen érdekes dolgok vannak, mellékszála a dolognak, ismerjük a spanyol nátha nevű dolgot. Hát az állító... Ezt hozták ajándékba. Ezt hozták ajándékba, de a spanyolokra kenték, spanyol náthát rengeteg ember meghalt, állítólag több, mint a világháborúban. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a létezéséről, ennek a járványról mindenki kussolt, meg volt tiltva az újságírónak, hogy írjanak, Spanyolország nem volt hadviselőfél, írt róla, spanyol lap közölte, tehát spanyol nátha. Na, idáig mentek a dolgok. No, akkor meg vagyunk elégedve ezzel a nagyon jól felépített szellemi, pénzügyi szupertermékkel. Tanár úr? Hát csak annyit tehetnénk ehhez hozzá, hogy ha akár csak ennek a mondjuk 1,5 évszázadnak a történetét tekintjük át, vagy most már inkább 200 évnek a történetét, hiszen a 19. század elejétől vergődik Amerika, a fiatal amerikai Egyesült Államok. Tehát ha ennek a 200 évnek a történetét nézzük, abból is az látszik kiderülni, hogy ez a bizonyos globális pénzhatalmi rendszer a szószoros értelmében azt csinál, amit akar, és ma is azt csinál, amit akar, hiszen egyébként nem robbanthatta volna ki ezt a harmadik világháborút, amit azért ne felejtsük el, hogy nem lehet elégszer ismételni, hogy az, hogy világháború, az 41 végén, 42 elején vált világossá, mármint az, hogy világháború zajlik, és miután ezek után az addig nagy háborúnak nevezett első konfliktust is világháborúvá kellett minősíteni, tehát kevésbé vagyunk tudatában annak, hogy maga a világháború kifejezés csak 1942-ben született meg, notabene akkor, amikor az orosz-német konfliktus után a japán-amerikai konfliktus is attól vált világháborúvá, hogy onnantól az amerikai birodalomnak is be kellett lépnie, mert előtte... Meg amikor először hangzott el az Endlösung kifejezés, az is 42. Jó, azért egy Tegyük hozzá, hogy természetesen ugyanaz a globális pénzhatalmi rendszer építette fel annak idején Napóleont is, meg Hitlert is természetesen, csak kifutottak a kezük. Tehát kizárólag annyi volt a probléma velük, hogy egy bizonyos ponton elvesztette a kontroll, de ilyenkor, ahogy már sokszor említettük, ez az erő azt mondja, hogy jó, nem így akartam, de így még jobb. És neki valóban mindig jobb is, akármi történik. Hát reméljük, hogy nem. Hát ebben nem egészen vagyunk egy. De a következő adásban folytatjuk. De a következőn folytathatjuk. Érdemes lesz majd. Csak erre egyelőre nincsen bizonyítékunk. Nem értünk ebbe egyet, az Imre úgy gondolja, hogy nem így van. Csak erről másikra nincs bizonyíték. Csak eddig, de azért szögezzük le, eddig az elmúlt 3000 évben minden projektje sikeres volt, ezt azért azt hiszem leszögezhetjük. Tele vagyunk reményekkel, hogy ezután egy újabb 3000 év kezdődik, ahol nem lesznek sikeresek. Így van, belőjük ezt a 11-es, reméljük, hogy máshogy lesz. Azoknak a nézőinknek, akik majd a következő részt esetleg nem fogják érteni, ajánlom, hogy ezt a részt nézzék meg, mert egymásra épülő két részes minisorozatunk első részét látták. Boros Imrének és Bogár Lászlónak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig Bika Júlia társszerkesztő nevében is köszöni a megtisztelő figyelmet a szerkesztő műsorvezető Virág Halmi Sarolta. A jövő héten is lesz Globál, akkor is Boros Imrével és Bogár Lászlóval járunk utána. Mi húzódik a világ mostani történései mögött. Tartsanak akkor is velünk, a viszontlátásra és a viszonthallásra.